Ezek a rajzok egy pályázatnak köszönhetően lettek most kiállítva. A helyszín az Esztergál Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Pécsi Anikó utcai épülete. A pályázat 6-14 éves korú gyerekeknek szólt. Az eredményhirdetés izgalmas pillanatait követhettük figyelemmel. Vége van a nyárnak, lassan elkezdődik az iskola, és szerettünk volna még a gyerekeknek egy utolsó iskola előtti játszóházat szervezni, és egybekötni egy ünnepi kerettel is, hiszen egy rajzpályázatot hirdettünk Rock and Roll néven, és azokat a gyerekeket szeretnénk most igazából jutalomba részesíteni, akik vették a fáradtságot és a hajlandóságot, hogy képeket küldtek egyébként az intézményre, és ezeket szeretnénk ilyen szempontból elismerni, hogy mindenki valamilyen ajándékot kap, mert hogy teljesítette ezt a kiírást, amit mi közé tettünk. Összesen 31 darab alkotást küldtek be, mindegyiket kiállították. A rajzok Pécs és agglomerációjából és azon kívülről is érkeztek. Így Jászjákó halmáról, Zalaváról, Budapestről is küldtek kis alkotásokat a gyerekek. Teljesen szabad kezet kaptak műveik megvalósítása során. Volt egy találó név, az a Rock and Roller volt, és ez mögé igazából a gyerekeknek a kreativitására bíztuk. Nem szerettük volna őket semmilyen keretek közé tenni, majdnem a szabad fantáziájuk volt az, hogy ez a név alapján mire gondolnak. És elég széles volt egyébként a gyerekeknek a kreativitása. Volt, aki zenéhez kötötte a rock'n'roll név, rocker névre, van, aki pedig rollert rajzolt, de igazából úgy voltunk vele, hogy a gyerekeket szerettük volna egy picit otthoni környezetben is lekötni, és ha lehet ilyet mondani, akkor ez a digitális világból egy picit visszavenni őket, és hogy tényleg a kézügyességük révén próbáljanak alkotni. Az első helyezett Erdődi Gergely egy rollert kapott ajándékba, de senki nem ment haza üres kézzel, ugyanis számos szuper ajándékot osztottak ki, így például Lego, édesség, könyvek találtak gazdára. Valamennyien részt vehettek a játszóházi programban is, melyen vetélkedők, csillámtetoválás, pinyata, kressz, kvíz és egyéb ügyességi feladatok várták a gyerekeket.